Köszöntöm nézőket! A Györfisel Nagykomúzeumban hamarosan nyílik Torok Sándor kiállítása. Dr. Nagy Molnár Miklós igazgatóról beszélgetünk. Torok Sándor nevét azért sokan ismerjük Karcagon. Mi az a legfontosabb információ, amit tudni kell róla? Igen, Sándor nagyon sokszor állított ki, illetve sokszor megfordult Karcagon, hiszen ő a testvértelepülésről, Ómoravicáról, Bácskosudfalváról származik, és emiatt is fordult meg többször városunkban, illetve nem csak itt, hanem a bereki alkotótelepen is többször előfordult, többször részt vett rajta. Innen volt az a kapcsolat, hogy aztán, amikor Jugoszláviában ugye kitört a háború, akkor a Berek Debrecenbe költözött, és Debrecenbe települt át, és akkor ott élt, Debrecenben élte le az életét, az élete végét, és tavaly lett volna 70 éves Sándor, és most ezért ezen a Sándor nap alkalmából megnyitjuk ezt a kiállítását. Itt egy három kompozitorból álló festmény előtt állunk. Ő érdekes figurákat használ, és érdekes a színvilága is. Igen, tulajdonképpen őt azt mondhatnám, hogy nem is annyira figurák ezek, mert ha jól megnézzük ezt a triptihont is, amit mögöttem látható, egy expresszív élménynek a megjelenítése, az jelenik meg a képein általában, és hogyha megnézzük, mindenütt azt látjuk, hogy egy benyomás, amit meg lehet találni a képei alapján. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ő pontosan annak a művészetnek, de majd ugye ezt el fogja mondani a művészettörténész, aki sokkal szakavatottabb, mint én, a művészetnek azt az ágát művelte ő, tehát itt a kiállításon azt látjuk, amikor egy benyomást, egy élményt jelenít meg, hogy benne mit kelt adott esetben egy francia nyár, vagy adott esetben egy táj, milyen érzést okoz, milyen érzést alakít. Tehát benne keltött is a hangulat, tehát hogy milyen hangulatot ad közzé ezzel a képpel. Azt gondolom, hogy ugyanazokat az élményeket azért nem éljük át a képei előtt, de azért hasonlóan el tudunk menni mondjuk Párizsba és különböző helyekre, ahol ő is járt. Meddig lesz látható ez a kiállítás? Igen, tulajdonképpen még annyit azért szeretnénk mondani, hogy tulajdonképpen mindenkiben kelthet egyfajta véleményt, egyfajta érzést bármelyik kép, hogyha megnézik majd. Nem biztos, hogy pontosan ugyanaz tükröződik vissza, ugye, ami a felirata, de nem is ez a lényeg ennek a művészetnek. Úgy tervezzük a kiállításunkat, hogy a Kovács Mihály napok előtti időszakban, tehát május elejéig lehet látogatni, feltételezhetően május elsője még az utolsó nap. És akkor hétfő és vasárnap kivételével munkaidőben látogatható a múzeumban ez a kiállítás? Így van, tehát hétfő és vasárnap kivételével tulajdonképpen 10-től 17 óráig látogatható. Köszönjük szépen! Köszönöm én is!